Édesanyám, mondd el nekünk, hogy annak idején, amikor kislány voltál, hogyan alakult a pünkösdi gyülekezet? Úgyhogy, mikor a 26-ban mi óktestvér hazajött Amerikából a Csárnyáiból, Csárnyái lakos, Csárnyái születésű, és akkor annak maradt egy kis darab tárka, aztán azt mondta, hogy azt odaadja imaháznak, a pünkösdiáknak, hogy abba tartsanak alkalmat összejövetel dicsérni az urat. És akkor ő nem hozta a feleségét, de azt hallottuk a más, az országban másik helyen evangelizálta ráról a testvér, nem itt a mi környékünkön, de tudok róla, hogy az a feleségével együtt gyűjt, de a mi óktestvér csak egyedül gyűjt. Aztán mentem a felnőttekkel Csárnyére, Biharban voltam, Amerikéz, a Csárnyéhoz egy kilométer körül van. Ott volt a sok víz, aztán ott volt a Bamarit is. Aztán azt kérdezte a mi óktestvét, ilyen fiatalon nem fáradtál el a felnőttek között. Én még mondtam, hogy én nem már nagyon vágyok ott, amit megjelenni. Csak egy ház volt ott, amiben hívők laknak, szvicsekék. Anyukám, te akkor hány éves voltál, amikor... 8 éves voltam. 8 éves voltál, és akkor mivel mentetek le Csernyére Csekényből? Hát gyalog mentünk. Hát nem lovas kocsival? Hát akkor az egy másik alkalom volt, mikor lovas kocsi. A Pap Sándoréknak a szolgájuk volt, a Gavacs Sógor, Jászdi volt az a Gavacs János. Aztán azt határozta el magából, hogy ő neki szolga létére nincs szabad vasárnapja, hogy azokat kövinni a mi ókot, meg akik átérnek meg a kocsiba, azokat kell nekik vinni. Ott elhatározta, hogy föl fogja borítani a kocsit, megrántja a lovaknak a gyeplőit, majd ő jól sérül, ottán ő le fog ugrani, hogy ő ne essen le. Aztán fölborulhat a kocsi, mert körülött ő neki befogni vasárnap, mikor ő szolgalagényű lehetne szabad. Aztán megjelent neki minden falvédő, akkora papíron az, az azt magába tartotta, nem mondta el senkinek, hogy mit határozott, hogy föl fogja burítani a kocsival, akik mennek a miókkal. És akkor megjelent neki akkor a papír, mint egy falvédő. Olyan területű papír, aztán az rajta volt, hogy tudom a te gondolatodat, hogy fel akartad burítani az én szolgámat, és akik meggyűjtek vele. Aztán akkor tett meg, hogy azt ő senkivel nem közölte senkinek, nem mondta, hogy ő neki mi volt a terve. És akkor hát azt nagy csodának tartotta, hogy meg is tudja azt valaki, hogy ő benne mi volt. Ugye azon azt valakinek megjelentette. De azt nem tudok, ugye amit nem tudok, azt nem mondom, hogy kinek.
csak az kitudódott, hogy Istennek olyan nagy hatalma van, hogy ki tudja jelenteni ott, hogy milyen tárva volt a gavacsógónak. És akkor megtért, azután hívő lett, aztán akkor hát a pünkösdiák közül, hogy mikor lettek pünkösdiák, az akkor történt, bejött a baptista gyülekezetbe, már én ott voltam vasárnapi iskolás, Jakab Péter ilyen baptista... Szeminárista volt, igen. És én ahhoz jártam, aztán akkor azután, mikor az édes... Ja, bejött a Miók testvér a baptista gyülekezetbe megkérdezni, hogy kik lennének azok, akik elfogadnák ezt a tant, hogy az Úr most is kitölti az ő szent lelkét, aki hiszi és kéri, és aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Erős hittel persze hozzá kell ezt is mondani. Mert a hit is úgy van, hogy aztán még cselekedetek is kellenek, ahol jól cselekedni. Aztán... Na és akkor bejött Miók testvér a baptista gyülekezetbe Csetinybe. Igen, és 8 ember jelentkezett, hogy ő elfogadja ezt a tant. Stakács Sándor, Pap Sándor, Hága Mihály, aztán meg Patonai János, aki legelőször mondta a bábának, hogy az ő gyereke nekik nem kell bemeríteni. Nem kell megkeresztelni. Megkeresztelni. Aha. Nem bemeríteni, hanem megkeresztelni. Ott a református templomban. Aha, és akkor anyukám, és akkor a Miók testvér elkezdett ide járni Csetinybe, a gyülekezetbe? A baptista gyülekezetbe? El szokott jönni, aztán alakult ki, akkor Molnár Istvánéknál gyűjtünk legelőször össze itt a falu végén a Molnár Dénes édesapjánál. Azoknak volt 3 szobájuk, egyben megengedték, hogy ottan tartatnak a pünkösdi hívők alkalmat. Na most várj, anyukám, de egy darabig úgy tudom, 3-4 évig Miók testvér föl szokott ide járni, már közben visszament Amerikába, 26-ban megjött Magyarországra, Bakony-Csernyére. Igen. Még abban az évben 42-en merítkeztek be Biharon, Bakony-Csernye határába a patak vagy a folyó vizébe. Igen. Na most, anyukám... Ott csak egy család lakott Svitekék. Hárbocskáék. Bocskáék azok Báncsárnyén a faluban, a legelső Kanyar utcában. Ott laktak sok. Csetinyit lánykerült férnek hozzájuk a Pap Zsuzsi. Igen, anyukám, de 3-4 évig a baptista gyülekezet működött. Működött, és igen. És többen, vagy sokan elfogadták a Szentlélek kerességét, ugye anyukám? Igen. Körülbelül mennyien fogadhatták el édesanyám? Hány család? Hát... Azok, akiket mondtam az előbb a nevüket, Patonai János, Hága Mihály, az én édesapám, akkor Pap Sándor, akkor Takács Sándor, aha. Igen, és akkor meg, úgyhogy olyan 8-9-en voltak. Aztán akkor, mikor a Molnár István bájé volt, részed lett, akkor azt mondták, hogy azt hát nem lehet köztük a közösségben,
a pünkösdi közösségbe, akik elfogadták azt a tant, a Szentlélek kitöltetést, aztán hát így volt. Anyukám, Aranyos, azt akarom mondani, hogy ugye arról tudsz, ugye édesanyám, hogy először a baptista gyülekezetnek egy jó része elfogadta a Szentlélek kereségét, anyukám. Ugye tudod, Aranyos, hogy egy jó része elfogadta, na most aztán, de a baptista egyház központjába ezt nem tűrték sokáig, és leküldték, akkor jött meg Jakab Péter bácsi, a szemenelista, leküldték, és 1930-ban vagy 31-ben bezárták az imaház ajtót egy vasárnap reggel, és amikor mentek a hívek, a baptista hívek, akkor azt mondták, hogy aki lemond a Szentlélek, vagy a nyelveken szólásról, aki lemond, az bemehet, aki meg nem, az meg nem mehet be. És 30 ember nem mondott le. Tudsz erről, anyukám, erről tudsz, édesanyám? Hát, ugye jó kis csoport volt, én nem tudom szám szerint megmondani, akik úgy gyülekeztünk össze, Molnár Istvánéknál, még akkor azután adta egy özvegyasszony a kamráját, Balogh Istvánné, hogy az ő át tudja a kamrát nélkülözni, elég jó nagy helyiség volt, abban lehet tarthatnak a akik pünkösdi érzelműek, tarthatnak ott összejövetet. Hát én is szüleimmel együtt mondom, még olyan fiatal voltam, 8-9. Évben voltam, mikor gyalogultam én a fölnőttek között Bakonycsányérre, már addig először egy pupos öreg mamánál, Szentéré volt annak a neve, ott jöttek össze a pünkösdiák annál. Aztán az kicsinyűlötte a mi hóttestvírót, az föl a jártó, az ő ott a Csányai falu közepén volt neki telek darabja, nem, földje. Volt azon ház is. Hát, nem, nem, hát épített, hát akkor épült a Csányai. Anyukám, Aranyos, anyukám, volt ott egy ház, Miók testvérnek volt ott egy háza, a Bocska testvére elmondta, az idős Bocska testvér. Hát ugye hát azért nem tudom mondani, már amit most te mondta, én azt nem tudtam. Én csak azt szabad mondani, amit a, igen, amit valaki biztosan tud, már az igében is ugye meg van írva, hogy igen, vagy akkor mondja, vagy pedig azt, hogy nem. Jó. Anyuka, ami nem igaz. Na azt akarom csak mondani, drága édesanyám, hogy Miók testvérnek volt egy háza Bakonycsernyén, a mostani imaház helyén. Egész pontosan az a ház lett átépítve, és abból lett a mostani imaház. Tehát annak a falai, még azok régiek azok a falak, a mostani Bakonycsernyei imáznak a falai, azok még régiek. Igen. Abban a házban a két első szobát odaadta összegyülekezés céljára, Isten tisztelet tartása céljára Miók testvér. Az első alkalmat abban tartották meg 1926 húsvét vasárnap délutánján. De olyan hát sok... valahonnan le lehet írva, már ugye én azt persze, nem tudom. Tudom, én csak arról tudok beszélni, ahol én jelen voltam. Édesanyám, és akkor olyan sokan gyülekeztek össze, még Csetényből is lementek a baptisták, hogy 300-an voltak a mostani imáznak az udvarán. Miók testvérnek az udvarán, Miók testvér házának az udvarán, előtte héten ment ki a lakó abból a házból, és olyan nagyon sokan jöttek a falubeliek, mert hallották, hogy meggyűjt Miók Amerikából. Így mondták a falubeliek. Igen. És akkor 300-an gyülekeztek össze, és Miók testvér nagy erővel prédikált, hogy az evangéliumot, az evangélikus voltam, de az evangéliumot nem ismertem, most pedig itt állok és hirdetem az Istennek az élő evangéliumát, hogy Isten éppen, hogy kitölti a szent lelkét ma is, mint az apostolok idejében. Igen.
és akkor ott fönn a hegyoldalba, ott ült Katuscsák bácsi, a szekérnek a rudja, a part fölé lógott, annak a tövén ült Katuscsák bácsi nagy szalmakalapba, az ilyen mókás, bolondozós ember volt, és aztán gondolták az emberek, hogy na majd mikor fog valami bedobni valami trükköt, vagy valami, mikor fog majd valami beszólni. De egyszer csak levette az kalapját, és figyelmesen hallgatott. Este meg már ott imádkozott példenálva sírva, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Bent az imaházba. Igen. Tehát aztán később, akik mondtál, a Gavacs Sógor, a Gavacs János, aki szolgálegény volt Pap Sándor bátyáméknál, az, és amikor vitte le Miók testvéréket Pap Sándor bácsi kocsiával, meg ugye ültek rajta Pap Sándor bátyámék is, ültek a kocsin, akkor fel akarta burítani őket itt Szápár felé a lejtőn. Igen. És akkor meg is rántotta a gyeplőt, és már ugrásra készült, de Pap Sándor bácsi visszalántotta a gyeplőt, megbillent a kocsi, de nem borult föl. A Gavacs Sógor, a Gavacs János szolgálegénynek már le akart ugrani. És akkor kifurulott a dolog, és azt mondta Miók testvér is, meg Pap Sándor bátyám is, hogy János. De többet nem mondtak. Lementek Csernyére, hát nem akar bemenni a Sógor, a Gavacs Sógor, aki a te nővérednek a férje volt, lett később, nem akar bemenni, mert nagyon szégyelte a dolgot. De addig könyörögtek a csernyei fiatalok, addig kérlelték, addig, míg aztán csak bement. Legutolsó székre ült le. Igen, ágyú, nem tudok beszélni, mert azt nem tudom. Na, aztán csak annyit édesanyám, hogy akkor aztán egyszer csak megjelent ott a szószék mögött, megjelent az a felírás, amit te mondtál anyukám, hogy amikor az úr megjelentette neki írásba ott a falon, amit más nem látott, csak a Gavacs János. Igen. És akkor rögtön sírva, zokogva megtért, annyira sírt, hogy kérdezgették, János, mi a bajod? János, mi a bajod? De csak nem tudott felelni, mert annyira sírt. Hát aztán később elmondta, hogy megjelent neki az írás, és akkor rögtön meg is tért. Na, hát állunk, tudod már, anyukám, megtudod. Kérdezel valamit? Kérdezel. Anyukám, még azt akarjuk kérdezni, amikor Miók testvér följárt, amikor még együtt volt a gyülekezet, a baptista gyülekezetben, amikor följárogatott Miók testvér, szokott imádkozni az emberekért, hogy töltekezzenek be Szentlélekkel? Hát, én meg fogtam jelenni az imaházba, csak arra nem mondhatom, hogy hát ezt pont hallottam. De anyukám, tudod, aranyos, hogy... De ha le van írva, a Nagy Sándornál sok mindent leírt. Már az idősebb volt, mint te. Öt évvel idősebb volt. Öt évvel. Na most, édesanyám, azt mondta a Zsófi néni, hogy a Miók testvér a istentisztelet után azt szokta mondani, hogy akik vágyakoznak a Szentlélek kerességére, azok maradjanak vissza, és akkor azokkal bement a belső szobába, és ott imádkozott értük, és akkor azok betöltekeztek sorba-sorba Szentlélekkel. Igen. Anyukám, a te szüleid is ugye először reformátusok voltak, ugye édesanyám? Azok. Aztán hogy lettek azok pünkösdiek, vagy hogy lettek azok baptisták először? Úgy lettek, hogy az édesapám, a Balla Ferenc volt a református.